Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét, Családőrzők című műsorunkban. Ahhoz a részhez érkeztünk el, amit izgatottan vártam. Azt hittem, hogy nagyon egyszerű lesz a téma, aztán ahogy készültem rá, rá kellett jönnöm, hogy nem, ez sem egy könnyű téma, hiszen arról fogunk beszélgetni, hogy mitől férfi a férfi. Köszöntöm szakértőinket a mai műsorban is, Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét. Szervusz Csilla! Szervusz! Pap Csillát, mediátort. Szia Csilla, szeretettel köszöntök mindenkit. És a csapatban az egyetlen férfit, Tolnyai Gábor atyát, plébános mentálhigiénis szakembert. Hogy tegyem fel mindjárt elsőre a kérdést nektek, kinek a ti felfogásotokban, kinek mitől férfi a férfi? De most erre válaszoljatok mind a hárman. Kezd, Gábor. Én egy jó ideje rángatok ezen a témán, és lehet, hogy furán hangzik. Plébánén csináltunk egy férfi kört, egy Szent József kört, és az első három alkalmunk az gyakorlatilag arról szólt, hogy 11 néhány férfi együtt volt, és elkezdtük rágni, hogy mitől férfi a férfi, és nem találtuk meg a választ, hogy mitől férfi a férfi. Ráadásul úgy is volt, hogy házi feladatként kiadtuk így magunknak, már hogy én nem, de a többiek igen, hogy feleségüktől kérdezzék meg, hogy ők mitől tartják férfinak a férjüket, és igazából az is érdekes volt, hogy a feleségek sem tudtak konkrét választ adni arra, hogy mitől férfi a férfi. És nem olyan rég volt egy nagyon jó kis beszélgetésem egy nagyon kedves barátommal, aki történetesen nő, és vele is erről beszélgettünk, hogy tulajdonképpen mitől férfi a férfi, hogy lehet különbséget tenni, hogy lehetek, mi az, ami különbségé tesz bennünk, vagy különbözővé tesz bennünket, vagy azzá tesz bennünket, amik vagyunk. Mert hogy vannak férfias és nőies tulajdonságok, amikkel felruházzuk a férfiakat, a nőket. Volt egy sztereotíp, hogy a férfinak keménynek, határozottnak, izmosnak, nem tudom milyennek kell lennie. A ma világában meg, és azt hiszem, hogy a ma világának ez egy nagy problémája, össze vagy szétmosódik, vagy nem tudom, összekeveredik ez a kép, nincs tiszta kép ilyen. És nem is tudom, hogy van-e. Csak innentől meg saját identitásom is egy kérdés, hogy akkor én mitől tartom magamat férfinak. És aztán arról beszélgettünk, hogy ez egy szubjektív dolog, hogy most mindenki eldönti, hogy most ő mitől férfi, mitől nő, csak bennem ez azóta is mozoló kérdésként, és izgatottan várom, hogy ti mit mondtok erre. Igen, amit elmondtál, ez a férfi szerint férfi a férfi. Igen, de hogy a nő részéről az a férfi, aki határozott meg, biztonságot ad meg, nem? Szóval sokkal könnyebben meg tudom fogalmazni azt, mert hogy legtöbb esetben ugye nőkkel beszélgetek, hogy a nő mitől nő, vagy mitől működik egy nő, vagy én hogy látom, hogy működik egy nő. De hogy a másik oldalról, hogy a férfi meg tud-e felelni ennek a képnek, vagy a nő engedi, hogy férfivá váljon a férfi, nekem ez a kérdésem. És mondom, picit nem, tehát nekem is nehéz ez, mert hogy férfinak tartom magam, de hogy mit jelent az, hogy én férfinak tartom magamat, ezt én sem tudom rendesen szavakba formálni, és lehet, hogy furán hangzik ez így, de így van. Csillan? De segítsetek, hát valami jó ötletet, hogy irányt adtok. Jó, egy picit én visszamennék az időben, az evolúciós pszichológia szerint, ugye mi nők úgy választunk férfi párt, mi nők, hogy látjuk azt, hogy szélesvállú, keskenycsipői, izmos, erős, életképes egyed, bocsánat a megfogalmazásért, de hogy nagyjából ez a választás, a férfi meg úgy választ nőt, ami nagyon meglepő egyébként, hogy a szélesebb csipőjű nőket keresik, tudattalanul is, de persze ez nem igaz, meg nem egy sztereotípia, de hogy ugye a homokóra, a klasszikus homokóra alkat, aki ugye kicsit szélesebb, terhes, gyereket tud szülni, az anyát látják benne, tehát a nőies, idomú nőket. Tehát, hogy mitől férfi a férfi, ez több összetevő szerintem, én most párkapcsolati mediátor és így házasság és pár tanácsadó vagy terapeuta szemszögből közelítem meg, és nőként is, mint Csilla is, én azt gondolom, hogy először is, hogy felnőtt, érett személyisége legyen, ez nagyon-nagyon fontos. Aztán, hogy azt a családot, vagy azt a nőt, akit kiválaszt, vagy azt a nőt, akivel szövetségre lép, azt a nőt teljesen fel és bevállalja mindenével. Tehát a mínusz 40 milliójával, a plusz 40 milliójával, az összes negatívumával, deficitjével és az összes pozitívumával, nagyszerűségével, erősségeivel, mindennel együtt bevállalja. Aztán képes legyen felelősséget vállalni azért a
családért, vagy azért a szövetségért, amit létrehozott. Nyilván, amikor már gyerek van, és ahol már apuka, ugye nem csak férfi, mert hogy egy férfinek több szerepe van, hát ott van az apa szerep, aztán lehető vezető, lehető egy legenda, egy mítosz, egy hős, de hogy azt a családot, akiket ő a családjának tud, nőt, gyereket, azokért felelősséget vállaljon, és biztonságot nyújtson. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy felnőttség, felelősségvállalás, felvállalás, biztonságnyújtás, és hát legyenek meg benne azok a, vagy szerintem az attól férfi a férfi, ha megvan benne az a fajta férfi erő, az a fajta potenciál, az a fajta életképesség, amivel védelmet, biztonságot tud nyújtani a családjának. És amikor meg már az intim kapcsolatról beszélünk, akkor nyilván ott is az a fajta megfelelőség, az a fajta habitus ott legyen, és egyben az a finomság is, ami az ő párjának elfogadható, vagy amit ők tudnak egymás között áramoltatni. Tehát, hogy közben ott legyen az az érzékenység, az a finomság, és bele tudjon helyezkedni a flow-ba. Tudom, hogy nagyon sok elvárás ez, amit elmondtam, de nekem ez a férfi. Lehet, hogy nem lesznek majd egyformák az igények a pillantáshoz. Biztos, hogy nem. Nálam például a pasi macinál kezdődik, ahogy szoktam mondani, úgyhogy a keskeny csípő már is lyukat, ha már a külsőről beszélünk. Nem, ez de az evolúció. Természetesen a belső az a fontos, és akkor itt még annyit tennék hozzá, hogy nem baj, ha néha kisfiú. Az benne van a férfiasságban. Na, de hallgassunk meg Zsuzsit is. Amit vagy mondtam, neki. A finomság gyengétség. Igen. Hú. Na. Jó nagy elvárásokat tettem ki. Nem csak erről szól a történet, hanem hogy valahogy úgy foglaljam össze, ami bennem van ennek kapcsán, hogy úgy átadható legyen meg hogy el is mondjam, amit el szeretnék mondani. Van egy gyakorlat nálunk, megint a terápiás teremről fogok beszélni, az életünkről. Az én férjem terapeutaként dolgozik a gyerekekkel, és időről időre felmerül az, hogy elsők a lányok, aztán a fiúk, miért elsők a lányok, stb. És ő mindig szépen összeszedi az aktuális csapattal, de már 3-4-5 éves kortól szépen, hogy mit tisztelünk a nőkben, mi az, amit csak a nők tudnak, mert ugye a férfi a nőnek a tükrében tud Isten igazándiból megnyilvánulni. Tehát önmagában a férfiak, ha csak férfiak vannak együtt, teljesen más szerepeket és teljesen más habitusokat fognak hozni, mint ha megjelenik a másik pólus, és ez ugyanez igaz a nőkre is. Tehát ennek a kettősségében lehet ezt Isten igazándiból vizsgálni. Ott nagyon szépen összeszedik, hogy mit tisztelhetünk a nőben, és amikor ezt összeszedik, ez most jut eszembe egyébként, erről még én ővele se beszéltem, ezt majd el fogom neki is mondani, meg át fogom vele beszélni, valószínű, hogy és mitől azok az értékek fontosak a férfiban, ami, és mik azok a fontos értékek. Mert a kicsi gyerekeknél is fontos ez, hogy kimondjuk, ne csak azt, hogy a lányokat miért tiszteljük. Tehát ezt nagyon fontos dolognak tartom, erről majd beszélgetünk. Mitől férfi az én szememben egy férfi? Ez nem az én saját okosságom, szegény, nagyon jó barátom már nem él, hozzád járt a gyülekezetbe, nem olyan régen temettük el. Ő fogalmazta meg egyszer, és én ezzel teljesen tudtam azonosulni. Attól férfi a férfi, hogy bár nála van az erő, de térdet fejet hajtva felajánlja szolgálatait az ő asszonyának. És pont ezzel az erővel meg is tudja védeni az ő asszonyát, ha kell még önmagától is, mert azért vagyunk szint, tehát néha ilyen is van szükség. Tehát, hogy igen, hogy azt az erőt ő arra használja, amire az Úrtól kapta. Pontosan arra használja, hogy az övéit védje, szeresse és tápolja. Na most attól lesz ő Isten igazándiból férfi, hogy bár tudja, hogy megtehetne bármit, de uralja ezt az erőt. És ő irányítja. És itt jön be a felnőttség. Uh-huh. Hadd kérdezzek már bele, mert akkor mit ugye saját bátran. Magamat keresem ebben a történetben. Igen. Ugye itt ilyen kapcsolati szinten, tehát férfi-nő viszonyban, családapa viszonyban, igen, szülő viszonyban beszélünk arról, hogy ki mitől az, ami, de hogy nem létezik olyan, mert hogy ugye én mégiscsak cölibátusban élek, tehát hogy igen, van egy rám bízott közösség, de hogy attól válok én mondjuk férfi, mert nekem ez a kérdés, hogy igen, eszenciális szinten létezik, most kicsit filozofálgatok, de hogy létezik-e olyan, hogy amitől a férfi férfi és a nő nem a viszonyi szinten. Mert most viszonyi szinten beszélünk róla, hogy a férfi attól férfi, hogy ő biztonságot ad a nőnek, hogy ő térdet fejet hajt, amikor kell, visszafogja magát, hogy a nő az lehessen ami, de hogy
önmagában létezik-e? Van értelme? Nem tudom. Ez kérdés van értelme? Nekem. Tehát most, de komolyan kérdezem tőled, akár filozófiai szinten is, hogyha csak a férfit nézel önmagában, és nem hasonlítod senkihez, akkor ugyanoda érkezel a teremtőhöz. Hogy a teremtő erődet használod, ezt fogod kiteljesíteni, de nem kell úgymond másra tekintete ellenünk, mindenkinek megvan a szabad akarata. Köszönöm szépen, jól vagy. Érted? De ebben mitben különbözik egymástól a férfi és a nő? Mert hogy egy nőtől pont ugyanezeket várom mondjuk el. Addig, adott esetben, hogy felnőtt legyen mondjuk. Kiálljon önmagáért. Világos. Tehát, hogy ugye egy férfiban és egy nőben, én legalábbis megint... Ugye a Biblia úgy fogalmazza meg, és legtöbb esetben úgy is értelmezzük, amikor az ember teremtéséről beszélünk, hogy az Isten férfinak és nőnek teremtette az embert a saját képmására. És legtöbb esetben ezt úgy szoktuk értelmezni, hogy férfinak és nőnek teremtette a saját képmására. Pedig de ezt olvashatjuk úgy is, hogy férfinak és nőnek teremtette, és férfinak és nőnek teremtette a saját képmására, mert hogy mindannyiunkban benne vannak a férfias és a nőies, vagy a férfiság és nőség, vagy férfias nőies tulajdonság kifelé irányulás befogadás. Mondjuk egy beszélgetésben, nekem például egy beszélgetésben az, hogy beszélek és kimondok valamit, ez egy férfias gesztus. Az, hogy én hallgatok és befogadok, az egy női gesztus. Ez pontosan így van. Ez így is van, igen. Mert hogy ennek viszonylatában csak attól vagyok én férfi, hogy van egy nő, vagy egy csoport, vagy egy bárki, aki rám van bízva, attól válok én férfivé, vagy különben az nincs értelme. A sárga azért különbözik a pirostól, mert nem olyan. Csak hogy annyiféle férfi van. Igen. Tehát, hogy vannak a nőies típusúak, a férfias típusúak, és mindig azt mondjuk, hogy férfi. Van, aki gyerekesebb típus, valaki határozottabb, valaki nem áll ki magáért, valaki jár, és mindenki azt mondjuk, hogy férfi, vagy adott esetben a feleség, mert ezt is nagyon sokszor hallom feleségektől. És ez egy nagyon izgalmas, a viszonyról beszélünk, hogy nekem egyel több gyerekem van. Így van, hát ezt is nagyon sokszor halljuk. Igen. Én azt gondolom, hogy megkülönböztetném azt, hogy pasi, meg azt, hogy férfi. Uh-huh. Ugyanis a hímnemű egyedek mind lehet pasi. De hogy ebből ki lesz férfi, az egy másik történet. Most a lemadásban lennék mondani kell egy példát, de adásban is elmondom, hogy mit pont a terjedik ismerésem. Kíváncsi vagyok. Hogy mit különbözteti meg. Na jó. Köszönöm. Maradjunk tévékompatibilisek. Szóval én azt gondolom, hogy a kicsi fiú, ahogy növekszik fölfelé, és szívja magába az energiákat, és szívja magába a hatásokat a világból, elsősorban ugye azoknak a férfiaknak az energiájára van kiéhezve és szüksége, akik őt körülveszik, ha körülveszik jó esetben, és sokkal kevesebb férfi energia veszi körül a ma felnövekvő gyerekeket, mint amire szükségük lenne. Lányokra is igaz, fiúkra is igaz. Sokkal több női energiát kapnak. Ugye volt ez az óriási nagy egyenjogúságot akarnak a nők maguknak, mindenféle különböző tüntetések és mi egyebek, és ennek égőve alatt, igen, a szüfrösetek, és ennek égőve alatt mozgalmak, és minden egyéb. De azért a nő lesz az a megtartó erő, ami a medret adja annak a hatalmas férfi erőnek, mert a férfi azzal az óriási erejével pont ugyanúgy képes pusztítani, mint ahogy építeni. De az, hogy a medret megtartsuk, hogy merre megyünk, azt mindenféleképpen viszi a vízsodrása, de a nő fogja a medret adni. Mint ahogy mi vagyunk a befogadók, mi fogadjuk be az életet a testünkbe, és mi fogjuk a világra hozni az új életet. Na, azért izgalmas ez a kérdés, hogy van-e értelme a nő nélkül a férfit, mint férfit vizsgálni, mert abban a pillanatban szerintem, ahogy eltűnt a nő, abban a pillanatban már csak egy ember van. Én hagyjuk csak egy Gábor atyával azért, mert hogy egy egyedülálló férfi is lehet férfi. Nyilván legfeljebb nem éli meg ugyanúgy a férfiasságát, és itt már ez lehet, hogy ellentmondásba keveredtem azzal a dologgal, amit egyre többször hallok, és mi is beszélgettünk már erről, hogy manapság sajnos fennáll az a helyzet, hogy mi nők nem biztos, hogy engedjük a férfit férfinek lenni. Így van, ez egyébként... Ez egy társadalmi probléma egyébként. Igen, ez most egy társadalmi... Így van. De én azt gondolom, hogy mi rendkívül nagyon okos, emancipált, képzett, hasznos tagjai a társadalomnak életet élő nők, úgy ki vagyunk éhezve a férfi biztonságot, erőt nyújtó ölelésére, maciságára, akármilyen védelmező karjaira. Hogy az valami elképesztő. Tehát
folyamatosan osszuk a napunkat, éljük az életünket, használjuk szét magunkat valami elementáris módon, de amikor ott van egy ilyen óriási megnyugtató jelenléte egy igazi férfi erőnek, ahol meg tudsz nyugodni, ahol önazonos tudsz lenni, ott te neked már nem kell erősködnöd, és semmit se kell csinálni, ott már csak élvezni kell azt a védő ölelést. És az ez a kérdés, meg... hogy ezt hagy, tehát hogy hagyják-e, vagy hogy... Hát az okos nő az biztos, hogy ezt hagyja, mert ha nem hagyja, az okos akkor... nő úgy csinálja, hogy a férfi ezt meg... Igen, de ez akkor valamiből van, nagyon igen. Kimarad mindenki, ha ezt nem hagyja. Tehát, bocsánat, lehet kasztrálni a férfiakat, és ma rengeteg nő elköveti ezt a hibát. Mentálisan igen, gondolok abszolút. Én most erre. És tudattalanul. Tehát ez így van. Tehát, hogy én pasisabb vagyok, mint te. Mm. Vágyok az erős férfira, de ugyanakkor nem engedem, hogy erős férfi legyen mellettem. Így van, és abban a pillanatban én akarok az erősebb lenni, és én akarok a meghatározó lenni. Én egy nagyon-nagyon karakán meghatározó ember vagyok az életemben, de nekem, ha a férjem azt mondja, hogy most nem, akkor ott nincs több kérdés. Nincs több kérdés, mert rend van. Értitek? És ebbe a rendbe tudok én belesimulni, és abban a pillanatban megnyugszok, és nekem nem kell ágálnom. És ez valami olyan óriási belső békét és biztonságot ad, amitől én otthon vagyok a világban. Ha egy kicsit a történelemben visszanézünk, akkor mi nők annak idején tudtuk, hogy hogy érjük el úgy a saját akaratunkat, hogy a férfi azt figyel, hogy az van, amit ő akar. Ez ma már nincs időnk rá trükközni. Ez a baj, hogy ma már a rohanó életben már azt sem tesszük meg, hogy megengedjük neki azt a hitet, hogy persze, neked van igazad, de aztán tesszük, ahogy kell a dolgokat, és aztán majd csak rájön, hogy mi irányítjuk. Igen, az a finom női, kicsit angyali minőség, meg az a cicás minőség, az elúszni látszik, de azért én látok erre jeleket, meg látok párokat, akiknél ez működik és megvan. Nyilván azért azt gondolom, hogy egy párkapcsolatban, ugye most nem ez volt a kérdés, de a párkapcsolat tükrében beszélünk a férfi asságról, és valahol a nőiségről, vagy nőiességről, hogyha nincsen meg az az érzelmi töltete egy kapcsolatnak, és az, amit te is mondtál, a rend, az egymás iránti tisztelet, akkor lehet ez a férfi bármilyen bátor, hős, ölelő, védelmező, biztonságot nyújtó, hogyha nincsenek meg az érzelmek, mert nem úgy viszonyulnak már egymáshoz. És akkor teljesen mindegy, aha, hogy mi van ott. Egyébként még csak egy gondolat, hogy mi vagyunk úgymond, én hadd mondjam ezt, hogy a grál, tehát mi vagyunk a kehely, a nő, és a nő tartalmazza a férfit. Tehát ez lenne az alap. Mennyire befolyásolja a grált? Igen, igen. Így is lehet. Így is lehet. És ami a kehelyben van. Tetszik. Igen? Nekem az jobban tetszik. Persze. Igen, küzdjenek, dolgozzanak meg a pasika önmagában a férfiasságukért, meg ennek az elismertségéért. Tehát azt én nagyon-nagyon tudom díjazni, ahol a férfi úgy tudja az érdekeit érvényesíteni, és úgy tudja a férfiasságát megélni, hogy ahhoz nem kell törni, zúzni, hisztizni, rombolni, de meg nem tudom, mit csinálni. Grál, de magába a kehelybe az érzelmi részt a nő tartalmazza, a férfi nő érzelmet, tehát az eszenciát. Mennyire befolyásolja a férfivé válást az, hogy egy fiúgyermek anya mellett nő fel? Hát jobb esetben mind ott nő fel. Volt, görög történelemben előfordult, hogy a fiú gyermekeket azért vették el édesanyjuktól, hogy férfivá nevelődjenek, férfi társaságban. Elvált szülőknél láttam én ilyet, ahol anyuka egyedül nevette fiú gyermekét, és egyszem fiú gyermekét, és bizony a fiú gyermek aztán olyan felnőtt lett, aki szívesebben elmosogatott, mint hogy bevert volna egy szöget a falba. Tehát valamelyest nőiesedett. Én olyat is hallottam, hogy a nő cseréli a gumit, vagy a kereket az autón, vagy a gyertyát, vagy villanykörtét. Jó, most nem nagy történet egy villanykörtét kicserélni, de ugye megint nincsenek meg a megfelelő szerepek. És már erről is volt szó, az apátlan nemzedékekről, és hogy ez hogyan hat a fiú társadalomra, hogyan tudnak férfivá érni, férfivá válni, ha nincs előttük a példa. És emlékszem, hogy akkor beszéltünk arról is, és ezt most is bizton állíthatom, hogy a mai fiúknak nincsen példaképük, tehát szuperhősök, filmsztárok, tehát nem az apjuk a példaképük, mert hogy apátlanul nőttek fel, tehát nincs előtte. Nagyon sok fiúnak ott van az apja, elválnak is, de nagyon soknak sajnos nem. Illetve a nők válnak szuperhősökké. Mert most igen, azért az utóbbi igen, időben, hogyha megnézem, igen, csak így hirtelen, hogy hány filmet láttam, mozifilmet láttam, igen, amiben a nők olyan erősek, hogy az igen, összes férfit, akik jönnek, kigyúrt férfiak, szuper dolgaik, és fél mozdulattal ilyen vékony kis nők olyan szinten legyűrik őket, és nem tudom micsoda, hogy
Szóval, hogy meg átíródnak filmek női szerepekké, és nők férfias, kemény nőkként jelennek meg, és én azt hiszem, hogy az, tehát azért is nehéz erről a számomra legalábbis erről beszélni, mert hogy tehát mi, amiről beszélünk, ezt nagyon élvezem, és nagyon jó, mert hogy alapvetően egy tradicionális gondolkodásúak vagyunk. Mert és hogy ott rend ebben... volt. Igen. Mert ott rend van, ott egyensúly igen. van. Lehet, hogy némely családban kóros az egyensúly, de van egy rend, amihez lehet igazodni, igen. és van egyfajta... Meg a szabályrendszer, a kapcsolati igen, kultúra. Igen, tehát ott igen. van, hogy hogyan. Nekem az egyenjogúság egyébként ezt jelenti, hogy mindenki a saját szerepének megfelelően... Így van. És nem ez akar a másik szerepébe belépni. És tehát ledominálni a másikat. Igen, csak ugye megint ez a történelmi dolog, hogy ugye annak idején az elnyomott nők azt mondták, hogy hát miért nem vagyunk mi olyanok jók, mint a férfiak, és nem a nőségükben erősödtek, hanem férfiakká váltak, vagy férfiassá váltak, és akkor a drágot hordunk meg, meg mi majd megmutatjuk, hogy vagyunk olyan erősek, és nem tudom, hogy az a baj, hogy, és persze valószínűleg ebben a világ változhat, vagy alakulhat, legalábbis van egy ilyen reményem, hogy ezek szépen letisztulnak, vagy helyükre kerülnek, vagy teljesen szétfolynak és hogy tényleg az kerül kérdési, amit nem is tudom, melyik ötök mondani, hogy maga az ember válik kérdési, hogy igen, mitől igen. ember az ember. Igen, igen, igen. Hát, ugye, amikor a nőnek a tükrében vizsgálom a férfit, vagy önmagában a férfit, az férfiként. Az egy ember. De ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog nekem, amit mondtatok, hogy a gyerek, ahogy felnövekszik, és ha anya mellett növekszik fel. Én gyakran elmondom az édesanyáknak, hogy tudod, mi a legnagyobb bajod? Sose voltál kisfiú. Ebben az életedben nem tapasztaltad meg, milyen az, hogy kisfiúként létezni a világban. Milyen az, hogy harcolni kell, milyen az, hogy le kell győzni, milyen az, hogy kakaskodni kell, milyen az, hogy meg kell vívni. Tehát, hogy ugye mi ne vitatkozz, ne veszekedj, ne üsd vissza, ne tutyújgatjuk, és akkor lesz belőle egy tubarózsa, ami jaj, de édes, meg jaj, de jó, csak mit kezdjünk vele, hogyha már elég nagy a feje. Tehát, hogy így nagyon-nagyon fontos dolog lenne az, hogy már kisfiúként hagyjuk meg a gyerekeknek azokat a dolgokat, hogy az természetes része legyen. Nekem fiaim voltak, hát azok akkorákat birkoztak, akkor úristen, milyen vörös volt a fejük, dúlt rőlük a víz, és lihegtek, és gyűrték egymást, és én álltam, és néztem a kislányommal, és megvártuk, még kiderül, hogy most akkor éppen ma ki volt az, aki, és amikor úgy gondoltam, hogy már mindenki jól leizzadt, akkor jön a vacsora. Tehát, hogy érted, de ugyanez, amikor apuval birkóznak a gyerekek, hogy apu meg tudja neki mondani, hogy eddig és nem tovább. Tehát addig, amíg a birkózás arról szól, amiről szólnia kell, hogy mi most itt erőt demonstrálunk, és fitoktatunk, és ki fogja a másikat legyűrni, és a többi. De amikor bekapcsolnak az emóciók, és elborul az agy, akkor a férfi megállítja a csatát. Mert az erő veled van. Azt beszéltük meg, hogy ha közeledik a műsor vége, akkor az asztalra teszem a kezem. Igen. Most akkor asztalra teszem a kezem, maradt 2 percünk. Még egyetlen egy kifejezésre kérdeznék rá, hogy mi a véleményetek arról, hogy az az igazi férfi, aki mellett a hölgy királykisasszonynak vagy hercegnőnek érezheti magát. Attól függ, hogy mennyi idős az a király kisasszony. Ez szerintem alapszabály. Egyrészt? Én ezt szoktam mondani, hogy fiúknak, ha a fiúkat jól akarják kezelni a nők, akkor kezeljék őket harcosoknak, lovagoknak. Így van. És ismerik el, hogy a becsavart egy villanykörtét, az mekkora teljesítmény volt, és hogy ez mennyire jó volt, és a nőket pedig szerintem királynőként kell kezelni. Ez pontosan így van, tehát hercegnő addig, amíg növekszik, és királynő lesz akkor, amikor férjhez megy. Igen, így van, tehát ezt szerettem volna mondani, de tökéletesen egyetértek veled. Valóban én is így gondolom. Egyszer azt mondta egyik anyuk, hogy olyan jó nálatok, annyi hercegnő és királyfi van. Hát, hogy ne? Hát, mi lenne más? Mert hogy várjuk folyton a királyfit fehér lovon, de tulajdonképpen mi szedjük le a lóról. Igen, igen. Rossz esetben, előfordul. De van, amikor hagyjuk a lovon. Igen. Egyébként van hát, egy... Ez a ló nem elég jó. Vagy ha lehetne maradjon a ló. Elvicceltük ezt a kérdést, de valójában én azt hiszem, hogy Gábor atyának volt igaza. Nem igazán tudjuk meghatározni, hogy mitől férfi a férfi. Arra lennék kíváncsi, hogy meg tudjuk-e határozni majd azt, hogy mitől nő a nő. Mert ez lesz a következő témánk. Fekete Cseri Zsuzsannának, Papp Csillának és Tolnyai Gábornak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. És természetesen köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk tartottak. Családőrzők című összeállításunkkal egy hét múlva újra jelentkezünk. Addig is viszontlátásra!